Elsőként Egerben kezdte el az LMP a képviselőjelöltek bemutatását. Schiffer András, a párt társelnöke kiemelte, azt várja a jelöltektől, hogy becsülettel, tisztán küzdjenek a választásokon, és megválasztásuk esetén megfelelően képviseljék a megyében élők érdekeit. Az a dolga, hogy az emberek érdekeit, az emberek szavát elvigye az országgyűlésbe, és mi különösen azt várjuk, hogy olyan képviselő jelölteket állítunk ki mindenütt az országban, akik a fenntarthatóság, a társadalmi összetartozás, illetve az állampolgári részvétel jegyében tudnak politizálni a következő 4 évben. Dr. Csarnó Ákos legfontosabbnak azt tekinti, hogy minél szélesebb körben megismertesse a párt céljait, és megválasztása esetén megfelelően tudja képviselni az egriek érdekeit a parlamentben. Kiemelten a civil kezdeményezéseknek teret szeretnék engedni, munkahelyteremtés elősegítése és a fiatalok helybemaradása, ez a 3 legfontosabb cél, amit mindenképpen szeretnék képviselni. Dr. Lukács Zoltán gyöngyösi jelölt a helyi közösségek, civil szervezetek támogatása mellett a térségi problémák felszámolását tartja a legfontosabbnak. Gyöngyöst is érinti a munkanélküliségnek a kérdése. Itt a földkérdés is fölmerül, amelyet rendezni kell. Nagyon fontos a kettőt, hogyha összekötjük egy olyan típusú zöld gazdaságfejlesztéssel, amit az LMP forszíroz. Tóth Norbert délheves problémái közül az elmaradottságot, a munkanélküliséget emelte ki. Itt komoly társadalmi problémák vannak, tehát konkrétan vannak olyan falvak, ahol éheznek az emberek. Tehát maga a foglalkoztatottságnak az összetétele is eléggé el van csúszva. Az LMP január végéig bemutatja az egyéni választókerületi jelöltjeit, és várhatóan december 31-ig végleges lesz a párt 106-os jelöltlistája is.